Kicsit eltértek a megszokott tereptől a tájfutók a vértes kupa első napján, nem az erdőben, hanem Tatabel területén igyekeztek megtalálni a jellegzetes fehér narancsbójákat. Az indulóknak sok mindenre oda kellett figyelni, senki nem hagyhatta otthon a tájolót és a pontok érvényesítéséhez szükséges kis csippet. A térképeket csak a rajt előtti néhány másodpercben kapták készhez a futók. Tájfutó versenyen kicsit más a rajtolás, mint a megszokott atlétikai versenyeken. Amint láthatjátok, itt kordonrendszeren keresztül jönnek át a versenyzők. Az első kordonba ellenőrzik a versenyzőnek az úgynevezett dugókáját, ez egy mikrochip, amivel mérjük az idejét, illetve rögzítjük a részidejét. A következő kordonban ellenőrzi és törli ezt a dugókát, majd a következőben pedig felveszi a térképet és egy percig nézheti, majd utána nekiindul a pályának. Tehát tulajdonképpen egy 3 perces procedúra a rajtolás, ezen minden versenyző átesik, és különböző kategóriában, látjátok a térképtartó átványokon, különböző kategóriákban életkornak megfelelően, illetve technikai nehézségnek megfelelően bontjuk fel a pályákat. A tájfutóknak az őszi és a tavaszi szezon a legsűrűbb, de ilyenkor is már szinte minden hétvégén akad egy-egy verseny országszerte. Mivel a környéken ez volt a nyári időszak egyik első megmérettetése, nagy volt az érdeklődés, az utolsó héten szinte megduplázódott a nevezők száma. Mészáros Károlyt, a versenytitkárát már a célban kérdeztük a verseny részleteiről. Ez a pont a versenynek a lelke, itt kell kiolvasni azokat a csippeket, amit kiadunk nekik, és ugye érintik a pontokat, és ez alapján tudjuk eldönteni a részidőket, meg a sorrendet is kategóriánként. Úgy tűnik, hogy most első alkalommal rendezzük a vértes kupát. Ez 3 napos verseny, abból az első nap prológ, ez éppen itt vagyunk. Köszi. A második és harmadik nap pedig egy 2 napos verseny, ami összetett értékeléssel zárul. Az kint lesz már Kötvélyes pusztán, tehát nem itt városban, nem park területen. És tehát ez egy különálló verseny gyakorlatilag, hogy bemelegíti a versenyzőket egy kicsit a holnapi komolyabb és holnap utáni komolyabb napokra. Milyen volt a pálya, hogy érezted magad a futás közben? Egy nagyon jó pálya volt. Én tatai vagyok, úgyhogy ismerős a környék, minden pontot nagyjából tudtam, ránéztem a térképre, hogy merre van, úgyhogy könnyű volt nekem. A holnapin részt veszek, az már sokkal nehezebb lesz, hegyi terep, ismeretlen táj, úgyhogy meglátjuk. Elégedett vagy az időddel egyébként? Igen, most nem nagyon kevertem el egyik ponton sem. A prológnak nevezett bemelegítő napon tehát kellemes környezetben teljesítették a távot, a tóparti sétányt, a parkerdőt és Tata egyéb nevezetességeit is érintették. A következő 2 nap már sokkal komolyabb fizikai kihívás lesz az indulóknak.